Sziasztok! Ez itt az Aiská Akadémia Java junior videó és itt akár egyedül is elsajátíthatod a jáva programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építeni rá, akkor ajánlom figyelmet be hétvégi kis 6 csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már rá tudsz helyezkedni programozóként. Kurzusai nem csak kezdő, de haladó szinten is indulnak, és mindegyiket online rendezzük meg. Mai témánk a linked hash map és annak a két felhasználási lehetősége. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Nézzük meg, hogy miről is volt eddig szó. Ugye a Collections Frameworkről beszéltünk az elmúlt részekben, kifejezetten a map adatstruktúráról, ahol kulcsértékpárokat tárolunk. Az a lényege a mapnek, hogy amikor tudjuk a kulcsot, akkor nagyon gyors az a művelet, amikor eltárolunk kulcsértékpárokat, illetve amikor a kulcs alapján lekérdezzünk egy értéket. Még akkor is, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sok bejegyzésünk van egy olyan algoritmust használ belsőleg, hogy ez egy gyors művelet lesz. Azzal szemben, mint hogyha be kell járnunk mondjuk egy tömböt, és mind az egy milliárd elemét egyesével megvizsgálni, hogy ez az az elem, amit keresek, vagy ez az az elem. Mert persze gyorsak a számítógépek, de hogyha ilyen ügyesebb algoritmusokat használunk, akkor még sokkal gyorsabb tud lenni a programunk. A mepeket ilyen szituációban kell használni. Beszéltünk a Map interface hogy milyen alapműveletek vannak, milyen tömeges műveletei vannak, illetve vannak a gyűjtemény nézetei. Erről volt szó az előző részben. És most meg fogjuk nézni, hogy hogy tudjuk megoldani azt, hogy nem azt a kaotikus rendezést, amit eredményez egy HashMap, amit korábban néztünk, nem ezt használjuk, hanem valamiféle sorrendet szeretnék fenntartani. És erre van igazából a Linked HashMap, Ugye a halmazok esetén erről már beszéltünk, és a, a halmazoknál is volt egy linked hash set nevű osztály, ami segített ebben. Ugye benne van még mindig az osztálynak a nevében a hash szó, ami azt jelenti, hogy ez is használja az, annak az objektumnak, amit beszúrunk, annak a hash kódját, hogy megállapítsa a helyét, hogy pontosan hogy tárolja el. Hogyha ennek a pontos menete, ennek a hash-elő algoritmusnak a menete érdekel, akkor javaslom, hogy nézd vissza a MyHashSet implementációs részeket, mert ott magunk is megvalósítottunk egy ilyen adatstruktúrát. Ezt használja igazából a jávába beépített hash-es adatstruktúrák is ezt a módszert, csak sokkal kifinomultabban, és a LinkedHash-map linked is ezt használja. Ahogy láthatjátok, van egy ilyen osztályhierarchia. Tehát a linked hash map az nem egy önálló osztály, hanem az a hash nek a leszármazottja, az pedig igazából az abstract mapnek a leszármazottja, és az az, ami az objectből származik, illetve a serializable, clonable, meg a map interfészeket megvalósítja a hash, linked hash map. És erre szeretnék példát mutatni, hogy hogy lehet ezt a linked hash et használni. Kétféle üzemmódja is van ennek, úgyhogy lemásolom az eddigi osztályunkat, és úgy fogom hívni ezt az újat, hogy linked -hash Map Demo. Megnyitom, és akkor induljunk egy teljesen új, üres main metódussal, és nézzük meg, hogy hogyan használható. Oké. Tehát, ugye szeretnénk megkímélni magunkat, attól a kaotikus rendezéstől, amit a HashMap okoz. Mert ott ugye beszúrtunk kulcsértékpárokat, de amikor visszakértük az entry et például, és bejártuk, akkor teljesen más össze-vissza sorrendet kaptunk vissza. Persze ugyanahoz a kulcshoz ugyanaz az érték tartozott, de nem őrzött meg semmiféle sorrendet. Nézzük meg, hogy akkor, hogy tudjuk ezt a Lint HashMap-pel elkerülni. Most... Stringhez rendeljünk stringeket, tehát a kulcsnak a típusa is string lesz, és az értéknek a típusa is string. Jó? És mondjuk. <laughs> mit tudnánk eltárolni? Hát, nem térjünk vissza az előzőhöz, tehát string a kulcsnak a típusa, integer lesz az értéknek a típusa, és maradjunk ennél a name to age map-nél. Jó, és akkor itt, amikor példányosítom, akkor LinkedHashMap-et fogok használni, ugyanazzal a típusparaméterrel, így ctrl shift beimportálom a Map interface és a LinkedHashMap osztályt a Java Util Package-ből, és meg is vagyok. Tehát most már van egy LinkedHashMap objektumom, hogyha így hozom létre ezzel a konstruktorral, akkor látható is itt a javadoc hogy ez egy üres insertion ordered linked hash mapet hoz létre. Insertion ordered az azt jelenti, hogy beszúrási sorrendet őrző. Tehát ilyen módon hozunk létre, és ez, ez a, a legtöbb konstruktora a linked hash mapnek, az így fogja létrehozni. Csak van egy darab speciális konstruktora, amivel egy másfajta sorrendet lehet majd megőrizni de mindegyik alapvetően insertion Ordered, tehát beszúrási sorrendet fog őrizni, egy olyan sorrendet. Tehát most, hogyha azt mondom, hogy name to age map.put, és akkor eltárolom Tóth Bélához, hogy 10 éves, mondjuk 5 fogok beszúrni, Tóth Elemér, Tóth Erzsébet Kovács, Elek és Szabó. Ferenc. Jó, és akkor 20 éves, 5 éves, 15 éves, 12 éves. Jó, és most, hogyha csak ugye a sysout kiírom ezt a name to age mapet, akkor ugye most azt várjuk, hogy ez nem azt a sorrendet fogja visszaadni, amit a korábbi részekben láttunk, például a mapnél. Ugye itt ezek teljesen összekavarodtak. De itt most a tízes sorban, ugye beszúrom a tót Béla kulcshoz, string kulcshoz a tizet, mint értéket, a tizenegyes sorba beszúrom tót elemér string objektumhoz azt a 20-as értéket, és így tovább. És itt most azt várom, hogy az insertion ordered, tehát a, hogyha nem sima HashMap-et használok, hanem linked HashMap implementációt, ami ugye a HashMap-nek egy leszármazottja, tehát egy speciálisabb változata, akkor itt én arra számítok, hogy amikor lekérem ezeket a kulcsértékpárokat, amiket korábban eltároltam ebben az adatstruktúrában, akkor ugyanazt a sorrendet fogom visszakapni, mint ahogy beszúrtam időben őket. Tehát először a Tóth b fogom látni, és a hozzátartozó tízes értéket, másodszorra lesz kilistázva a tót elemér, a maga 20 évével, harmadszorra a erzsébet az ötös értékkel, utána Kovács Elek 15-tel és Szabó Ferenc 12-vel. Nézzük meg, hogy tényleg teljesül -e ez az ígéret, amit a javadokban tettek. Igen, első tót Béla, Szuper, második Tóth Elemér, Tóth Erzsébet, Kovács Elek, Szabó Ferenc. Igen, tehát tényleg ez a beszúrási sorrendet megtartotta. Mi van akkor, hogyha beszúrok még egyszer egy olyan kulcsértékpárt, egy olyan kulcsot, ami már volt, mondjuk Tóth Erzsébetet újra beszúrom, de ezen nem 5, öt, hanem 50-nel? Ugye erről beszéltünk korábban, hogy a mepes adastruktúráknál a kulcs az egyedik kell, hogy legyen. Nem lehet két ugyanolyan kulcs, ami az equals alapján logikailag egyenlő egymással. Ugye két string, hogyha pontosan ugyanazt a stringet tartalmazza, akkor azok logikailag egyenlők. Tehát a, amit a 12-es sorban szúrok be, meg amit a 15-ös sorban szúrok be, ez a két kulcs, ezek logikailag egyenlők. Persze az érték az itt 5, itt meg 50. Erről is beszéltünk, hogyha egy ugyanolyan kulcsal szúrok be egy map adatstruktúrába egy értéket, akkor ugye a put metódus az ez be fogja szúrni, a korábbi értéket felül fogja írni, és a put metódus visszatér, a visszatérés értékként visszaadja az eddig letárolt értéket, de az újjal viszont felülírja. Ugye a put metódus az első paraméterként a kulcsot, második paraméterként az értéket várja, és visszatérési értéke az pedig ugyanolyan típusú, mint amilyen típusú értékeket tárolunk a MEP-ben. Tehát felülírja ezt a kulcsot és ezt az értéket mindenképp be fogja szúrni a map adatszerkezetbe, de hogyha volt már ehhez a kulcshoz valamilyen értékrendelve, akkor ezzel még visszatér. Persze most itt nem használjuk semmire ennek a visszatérési értékét, megnézhetnénk, hogy mit ad vissza, de ezt nem kötelező eltárolnunk, vagy nem kötelező felhasználnunk. De mellesleg visszatér vele, és hogyha valamiért szükségünk lenne rá, akkor a put metódusnak a visszatérési értékét használhatnánk. Viszont a beszúrási sorrendnél most ez vajon mit fog jelenteni? Tehát ugye ez volt elsőnek beszúrva, második, harmadik, negyedik, ötödik, és meg is tartotta a map ezt a sorrendet. De mi van, hogyha a Tóterzsébet még egyszer beszúrom? Akkor vajon ő még mindig a harmadik lesz, vagy most már akkor az ötödik lesz a sorrendben? Tehát ez, ez beszúrásnak minősül-e? Nézzük meg! Futassuk le ezt a programot! Az első maradt Tóth Béla, teljesen jó, Tóth Elemér a második, és Tóth Erzsébet a harmadik maradt, így is, de most már az 50-es értékkel. Kovács Elek negyedik, Szabó Ferenc ötödik. Tehát az, hogy még egyszer szerepel, tehát még egyszer szerepel uh, egy olyan beszúrás, ami egy olyan kulcsal szúr be, kulcsértékpárt, ami már benne volt a az nem számít, nem frissíti igazából a sorrendet, tehát ő megmarad az eredeti helyén, hogyha a beszúrási sorrendet használjuk. És ezt ide is kommentelem, jó, mert ez nagyon fontos, hogy beszúrási sorrend megőrző map adatstruktúra, insertion order, -nek hívják angolul, Jó? Oké, ez igazából akkor megvan. Öm, tehát ma, hogyha még egyszer beszúrok, azt is ideírom, újbóli beszúrás nem változtat a sorrenden. Változtat. Újbóli beszúrás nem változtat a sorrenden. Tehát ugyanannak a kulcsnak az újbóli beszúrása nem változtat a sorrenden. Jó. Nézzük meg a másik lehetőséget. Van egy speciális konstruktor a, a linked és ö, ezt meg is mutatom, ez, ez ö, majd kommentet is írok hozzá. Ugyanúgy kell létrehozni, tehát ugye interfészre programozunk, tehát bal oldalt írhatjuk azt, hogy map integer, ez another name 2Age Map-nek fogom hívni, és ugyanúgy a Linked Hash map osztályt fogom létrehozni, de itt látható is, hogy van öt darab konstruktora. És hogyha olvasjuk itt a Java kommentet, akkor látható, hogy Insertion Order az első, a második is, a harmadik is, a negyedik is, az ötödik az viszont nem. Mert itt van egy harmadik paraméter, aminek az a neve, hogy access order, egy boolean típusú változó, és másfajta sorrendet fog tartani, hogyha true-t adunk át neki, vagy hogyha false értéket. Hogyha true-t adunk át, akkor ez is, a -akkor, akkor ez egy ilyen access order lesz, amiről mindjárt beszélni fogunk. Hogyha false-t adunk át, akkor persze insertion order lesz, tehát olyan, mint az összes többi tehát amit megnéztünk, ezt a beszúrási sorrendet fogja tartani. De ha trút át, akkor viszont access order lesz. Mi az az access order? Ugye az access az magyarul hozzáférést jelent, ugye az order az a sorrend, tehát ez hozzáférési sorrendet fog tartani, egy ilyen sorrendet. Nem beszúrási sorrendet, hogy milyen sorrendben, időben, mikor, melyiket szúrtuk be, hanem hozzáférési sorrendet. Próbáljuk ki, hogy ez hogy is működik. Itt persze ez egy olyan konstruktor, ahol három paramétert vár, és látható, hogy több konstruktor is van. Van ilyen, hogy initial capacity, tehát kezdeti kapacitás, van egy load factor, töltöttségi faktor. Ugye meg lehet adni, erről korábban már beszéltünk, hogy amikor létrehozunk egy map adatstruktúrát, meg a setnél is igazából ezt meg lehet tenni, sőt a listánál is, ő belsőleg igazából tömböket használ. És az, hogy ez a tömb mondjuk mekkora alapból, ezt meg lehet adni létrehozáskor. Mert tudom, hogy nem tíz elemet, hanem mondjuk egy milliót fogok beszúrni, akkor fölöslegesen méretezi át belsőleg önmagát egy csomószor. Hogyha ezt rögtön tudom, akkor ezt nagyon egyszerűen tudom közölni, így a konstruktoron keze keresztül, és akkor rögtön egy megfelelő méretű tömböt hoz létre. A load faktor az pedig azt jelenti, hogy ahogy elkezd megterni ez a hash tábla, ugye egy... Bizonyos pontnál át kell méreteznie magát, mert túl sok lesz az ütközés benne, túl sok ö, elem kerül ugyanabba a bakitbe, és ezért kezd romlani a teljesítménye ennek az adatstruktúrának. A lótfaktorral megadható, hogy mekkora ilyen töltöttség mellett történjen majd egy újra, újra méretezés. Jó, de ha megnézzük itt az alapkonstruktort, akkor láthatjuk, hogy az alapkapacitás az 16, a lótfaktor pedig 0,75. Ugyanezeket fogom én itt használni, mert én ezen nem szeretnék változtatni. Kicsit kicsinyítek, jó, hogy jobban látható legyen most. Talán feljebb csúsztatom, így. Jó. Oké, és mit írtam el? Mm -hmm. Map string integer linked hash map. Mm -hmm. Can infer type arguments for linked hash map? Gyanús, gyanús. Ez float. Aha, jó. Működik ez, csak igen, itt fontos, hogy ez nem double-ként, hanem float-ként kell megadni a load-faktort. Oké, tehát alapvetően ő 16 méretű tömböt fog használni a háttérben, és 75%-ig engedi, hogy ezek beteljenek. Hogyha ennyire betelik, akkor megmére, újra méretezi magát, valószínűleg kétszeres lesz a mérete akkor, 32, és ugyanúgy 75%-ig engedi majd megtelni, ahogy szúrunk be újabb párokat és itt, hogyha itt most false adtam, de ugye itt most az access order tehát a true szeretném kipróbálni, tehát hogy ez hozzáférési sorrend megőrző map adat struktúra. És akkor nézzük meg, hogy ez mit is jelent, hogy hozzáférési sorrend megőrző. Megpróbálom inkább így lejjebb csúsztatni, és ránagyítani, jó? És akkor jobban látszik. Oké, akkor hát igazából én ezt lemásolom, jó? Ami itt fönt volt. Csak most ez az új maphez fogom hozzáadni ezeket a kulcsérték párokat, de ugyanezeket. És most első körben csak úgy írassuk ki, hogy akkor milyen sorrendet fog vajon visszaadni. Ugye itt most nem beszúrási sorrendet tart, hanem hozzáférési sorrendet. Most mit jelent az, hogy hozzáférési sorrend? Ez igazából, hogyha elolvassuk a javadokot, akkor itt látható a leírásban, hogy van egy speciális konstruktor, ahol ezt a access order-t fogja tartani. Ezeket szokták LRU, least recently used cache nek hívni, gyorsítótárnak, tehát a recently az azt jelenti, hogy nem régiben, a least az meg a legkevésbé, de legkevésbé mostanában, vagyis ez a legrégebben, ez azt jelenti. Tehát ez egy olyan cash, egy olyan gyorsítótár, ami figyeli azt, hogy mikor fértünk hozzá utoljára az elemhez és amihez legrégebben fértünk hozzá, ezekhez az elemeket, ezeket könnyen ki tudjuk belőle válogatni, és ki tudjuk dobni, hogyha ezekre már nincs szükségünk. És itt látható, hogy vannak ezek a metódusok, a put, put if absent, get, get or default, compute, compute if absent, compute if present, merge. De a lényege nyilván alapvetően, tehát hogy a put meg a get ezek hozzáférésnek számítanak, tehát ezekben az esetekben hozzáférünk az elemekhez. Tehát most, hogy beleraktuk a puttal ilyen sorrendbe az elemeket, ugyanezt a sorrendet fogom visszakapni. Ugye itt uh, talán ki is írom, jó, hogy uh, hozzáférési sorrend megőrzése. Jó, és itt fönt pedig kiírom, hogy beszúrási sorrend megőrzése, jó? Csak hogy jobban látszódjon a kiíratásnál is. Tehát a fönti az még az előző példa volt, és ez a lenti a mostani példánk. De láthatjuk, hogy az előzővel megegyezik. Annyi, hogy a tó itt most 5-ös értékkel szúrtuk be, de lényegében amilyen sorrendben beszúrtuk a kulcsértékpárokat, ugyanilyen sorrendben szerepelnek a tusztringes kiíratásnál is. Okay. mi van akkor, hogyha most hozzáférünk valamelyik elemhez? Tehát azt mondom, hogy another name to age map, get, és lekérdezem Tóth Jó, a tartozó értéket, age értéket. És ezt kiíratom, jó, ja, ezt az age És utána kiíratom újra ezt az egész mapet. Mi történik akkor? Igen, tehát kiírattuk, láthatjuk, hogy Tóth Erzsébet ugye öt éves, szuper, viszont ennek hatására az újbóli kiíratásnál látható, hogy Tóth Erzsébet, mivel hozzáfértem hozzá, őt kérdeztem le a mebből most, legutoljára, ezért ez a mapnek a legvégére került. Jó, akkor most ezek után Tóth Bélát fogom lekérdezni. Így of Béla, ez volt Age of Erzsébet. Mondjuk ezt lekérem, és akkor kiíratom Bélának a korát is. Tóth Béla. És tenna megint kiíratom az egész mepet. Nézzük meg. Most akkor a Tóth Béla került a legvégére, és az utolsó előtti a Tóth Erzsébet. Jó? Tehát látható, hogy amelyik elemhez hozzáférek, ez a legvégére kerül rögtön. És, és ugye tartja ezt a sorrendet. Ugye belsőleg egy ilyen duplán láncolt listát tart fenn a linked hashmap. Tehát ez lassabb lesz, ez az implementáció lassabban működik, mint a hashmap. De a hashmapnél meg összekutyulódtak igazából az elemek. Tehát a kulcs alapján akármilyen sorrendbe szúrtuk be, mivel a hash -kód alapján rendeződik, úgymond belsőleg, ezért nem tartott semmilyen sorrendet. Itt viszont lehetőségünk volt, ugye ahogy az elején néztük, beszúrási sorrendet megőrizni, illetve hozzáférési sorrendet is meg tudunk őrizni. Tóth Béla 10, Tóth Erzsébet 5, tehát hogy most uh, ugye a többi az nem változik. Tóth Elemér, Kovács Elek, Szabó Ferenc egymáshoz képest még mindig ugyanazt a sorrendet őrzi, mint a legelején. De ahogy hozzáférünk az elemekhez, a get metódussal, úgy megváltozik a sorrend, ami a linked hash mapen belül van fenntartva. És ezzel nagyon könnyen el tudjuk távolítani ugye az elejéről például a legrégebben hozzáfért elemeket. Egy gyorsítótár esetén ez azt jelenti, hogy ez egy olyan gyorsítótárazott elem, amihez már nagyon régóta nem fért hozzá senki, tehát erre nincs szükség. Tehát ezeket valószínűleg akkor kitörölhetjük, és mondjuk akkor újra hogyha szükség van persze rá, akkor betölthetjük más helyről, de nem kell ebbe a gyorsítótárba már megőrizni, mert nagyon rég használtuk. Jó, tehát ez egy ilyen adatstruktúra. Mi van akkor, hogyha a put metódust használjuk még egyszer? Tehát azt mondom, hogy another name to age map put. Tehát ezek után berakunk egy teljesen új bejegyzést. Szabó Gézát, ki 100 éves és utána kiíratom. Akkor Szabó Géza a legvégére kerül, mert ahogy beszéltük, a get is, meg a put ezek mind hozzáférést jelentenek. Az, hogy beleteszek egy új elemet, akkor az mindig a legvégére fog kerülni. Jó, és akkor hátrébb csúszott ugye a Tóth Béla egyel, meg a Tóth Erzsébet, és most a Szabó Géza van leghátul. Jó, mi van akkor, hogyha Tóth Erzsébetet még egyszer belerakom, de most nem 5-ös öt, kulcssal, hanem 50-essel. Nem, először nézzük meg, mi van, ha még egyszer 5 rakjuk be. Jó, és utána megint kiíratom a teljes a tartalmát. Uh -huh. Tehát beleraktam még egyszer, tóterzsébetett 5-tel, akkor ennek hatására a legvégére került újra. Tehát ezzel frissítettem ezt a bejegyzést. Hogyha nem öttel, hanem 50 rakom bele, és így futtatom le, akkor is a végére kerül. Tehát, hogyha a putot használom, a put metódust, és ezzel új elemet szúrok be, új kulcsértékpárt, vagy egy meglévő kulcsot felülírok, akár egy ugyanolyan értékkel, akár egy új értékkel, akkor ez a legvégére kerül megint. Tehát ez is hozzáférésnek számít. Jó? Tehát ez, ezt érdemes észben tartanunk, hogy ez így működik, ez az a struktúra, és akkor ennek megfelelően tudjuk használni majd a programjainkban. Jó, oké, ennyit szerettem volna igazából így a linked hash mapről elmondani. A következő alkalommal meg fogjuk azt nézni, hogy mind a hash mapnél, mind a linked hash mapnél mi történik akkor, hogyha a gyűjtemény nézeteket, tehát a collection view-kat lekérjük, és azokat módosítjuk, akkor ez hogy befolyásolja az eredeti mepet? Ez még egy nagyon érdekes kérdés, és eléggé gyakran használatos technika. Úgyhogy jövő héten erről lesz szó, várhatóan. Addig is jó tanulást kívánok nektek! És ezzel a mai rész végéhez értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Most is várom kérdéseidet és észrevételeidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek oszd meg, ne felejtsd el megnézni az előző heti rész sem, ahol a hashmapnek a gyűjtemény nézeteit néztük át. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess